Köszöntöm nézőinket, a mai ismerős vendége Sárszent Lőrincről érkezett hozzánk. hetesi Károly polgármester urat, köszöntöm. Polgármester úr, gyönyörű helyről jöttél, azt hiszem, hogyha valaki még nem is járt önöknél, de abban biztos vagyok, hogy az irodalom kapcsán hallott már önökről. Hát igen, biztosan. Mi mindig úgy emléketjük magunkat, hogy irodalomtörténeti emlékhely, hely vagyunk. Ez olyan nevezetes emberekkel büszkélkedhetünk, mint Petőfi Sándor, aki nem csak hogy <tört> ott lakott, hanem ott is járt ugye iskolában, mai napig a lakhelye Petőfi Emlékmúzeumként üzemel. Ezen kívül az algimnázium is még épület, az algimnázium épülete áll. Igaz, ez magántulajdonban van, de látogatható, tehát hogyha valaki érdekel, bármikor meg lehet nézni. Hát ezen kívül nem kisebb személyiségét anyakönyveztek nálunk, mint I. Gyulát, Lázár Ervin ott járt nálunk általános iskolába, úgyhogy van miben dicsekedni, de mutogatni is, mert megmutatni ezeket az emlékeket, emléktáblákat állítottunk ezeknek az embereknek, és hát próbáljuk ápolni az emlékeiket, és nagyon szívesen látunk bárkit, ha bejelentkeznek, bármikor nagyon szívesen körbevisszük a faluba, és megmutatjuk ezeket a dolgokat. Milyen érzés egy ilyen falu első emberének lenni? Hát igen, egy, hogy mondjam, nagyon megtisztelő, nagyon-nagyon megtisztelő feladat mindenféleképpen, azt hiszem az emberek bizalmát élvezni. Ez pedig egy különleges dolog. Lévén hogy nem is Hán Szent Lőrince vagyok, és amikor belecsöppentem ebbe, és ismerkedve a környezetbe, ezt megtudtam, hogy itt ilyen elődök voltak, hát én azt hiszem, hogy, hogy nagyon, nagyon jó érzés. Meg kell, hogy mondjam, az ápolni az emlékeiket is, de, hogy mondjam, a, a jó érzés mellett Egyre nehezebbé is válik ez a dolog. Itt az anyagi oldalára gondolnék, mert a Petőfi házunk is ugye még eredetiében áll, és ott is óriási gondjaink vannak. A tetőszerkezet tönkre, ahol menni, akar menni, és hát pályázaton próbálunk pénzt szerezni, most már évek óta, de az önerő nem tudjuk letenni hozzá. Tehát próbálkozunk, mint már említettem, ezeknek az emlékeknek a megőrzésével, jó érzés, de gond is. Említette, hogy nem Sárszent Lőrinci úgy csöppent bele, ahogy fogalmazott. Hát hova kötik önt a gyökerek? Hát nem messze Sárszent szóval Pálfáról származom, ott születtem. Ott is kezdtem el dolgozni, és annak idején az ottani főagronomus hát jött Sárszent és hát akkor úgy jöttünk vele, mivel mezőgazdász vagyok én is, és így kerültem Sárszent Hát már elég régen, mert ez 1982-ben volt. És akkor már úgy a mezőgazdasági téren szerzett ismeretek, tapasztalatok után lassan körvonalozódni látszott, hogy hát előbb-utóbb ezt az egész falut átfogja majd ön? Hogy alakul ki? Nem. Hogy alakul ki önnél? Nem, nem, nem. Nem, ez, ez nem így jött ez a dolog. Jó, az tény és való, hogy hát fiatal emberként, hogy átkerültem Pálfára, Pálfán is bent voltam a nyüzsgésbe, itt is természetesen felvállaltam nagyon sok mindent a akkor ív velem együtti fiatalokkal, tehát nyüzsögtünk. Mit És jelent ez a nyüzsgés? Mit jelentett hát akkor ez a nyüzsgés? Tulajdonképpen azt jelentett abban az időben, hogy mindenhol ott voltunk, ahol valami rendezvény volt, vagy mi szerveztük, vagy a részvételünkkel, vagy ezekkel a dolgokkal, tehát a fiatalokat segítettük. El is várták. Tehát mint, mint, fiatal diplomásoktól el is vártak ezt, hogy ott legyünk és próbáljunk egy kicsit segíteni. Akkor úgymond a diplomásoknak volt egy olyan ki nem mondott szerepe is az ilyen kisebb közösségekbe, ami azzal járt együtt, hogy úgymond, hát ha te tanultál és idáig vitted, akkor nyújtsál nekünk is valamit? Hát szerintem igen, ez ugyanez vonatkozott a pedagógusokra is szerintem egy kis településén, és a mai napig is vonatkozik, én úgy érzem, mert hát azért csak-csak tőlük kell várni a a kezdeményezéseket, az irányítást, uh -huh. és, és összefogni ezeket a dolgokat. Ugye, természetesen ezt más is képes erre, most itt nem erről van Persze. szó. De? csak akinek kicsit szélesebb rálátása van a világra, még stb. könnyebben, gyorsabban, jobban tudja esetleg ezeket a dolgokat segíteni. Ezek után került tehát a szomszédos településre. Igen, 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 igen. És akkor ott hogy alakult ki? Hát igen, ott, ott a rendszerváltásnál ugye a termelőszövetkezet az oszlás lett, a vége, mint az mindenhol. Földtulajdons, stb. stb. Szóval lényeg az, hogy a szövetkezet megszűnt. És addig is mondom, tevékenyen részt vettem a falu életében, és úgy döntöttem egy időszaki választáson, hogy megpróbálom ezt a feladatot. Csak a 93-ban, egy időszaki választás során választott meg a település, és hát azóta élvezem a település lakóinak a bizalmát. Mit gondol, ez minek köszönhető, hogy ilyen hosszú ideje ön a polgármester? Hát ezt én gondolom, hogy sok mindenre vissza lehet vezetni. Talán vissza lehet vezetni arra, hogy a, a termelőszövetkezetbe egyszer eltöltött évekre rész. Annak idején Sánszent Lőnicen a legnagyobb munkadó volt ugye, a termelőszövetkezet. Ezen keresztül itt a, a, falu települő, tehát a település családjainak a 80%-ával én szinte vagy a, a, gyermeken keresztül, vagy a szülőkön keresztül, tehát valahol én kapcsolatban voltam. És hát mindig az volt az elvem, hogyha valakinek gondja vagy a problémája van, azt az próbáljuk megoldani. Hát próbáljunk segíteni, mert a falusi ember az mindig önmagára van utalva. Tehát ha mi ott helyben nem segítünk megoldani egymás problémáit, akkor más nem fogja. És akkor is így álltam hozzá. És tulajdonképpen ez a 11 év is így telt el, hogy... Tehát ezt mindenki tudja, hogy hozzám bármikor be lehet jönni, nincs fogadó óra. Tehát a munkaidőbe bármikor bejöhet, már kit szívesen látok, és, és próbálunk megoldást keresni a problémákra. Nem mindig sikerül természetesen, mert ugye ennek nagyon sokszor anyagi korlátai vannak. Mik a legfőbb gondok? Mivel keresik meg ön? Volt már ön előtt polgármester, aki elmondta, mm. hogy bizony sokszor még magájellegű problémákkal is jönnek hozzá. Jön valaki csak, hogy kibeszélje magát, aztán megy tovább. Igen, ilyen is van végül is, természetesen van. Na de hát egy ilyen kis településen a polgármesternek szent kötelesség, hogy meghallgassa az embereket. Mert azért most tessék azt elképzelni, hogy... Ugye Sáncelturintz közös település, vagyunk, közös önkormányzat. Most tonit, hogyha a 70 éves néni bejön éppen az orvoshoz, és ott megy el a hivatal előtt, mert ott megy el az út, és eszébe jut, hogy beszélnek a polgármesternek, akkor mondjam azt, hogy most hát fogadóra nincs, vagy valami. Ez nem így működik. Meg mégis én azt hiszem, hogy én szívesen meg is hallgatom az embereket. Lehet, hogy éppen az a gondja a baj, hogy régen látta a gyerekeit, vagy a szomszéd nem nyit rá ajtót, bejön egy kicsit elbeszélgetni, és hát ilyenkor ezt meg kell hallgatni az embernek. És ez nem baj, falun ez, ez, egy természetes dolog szerintem. Na, ott érek vissza a bajainkra. Van. Van éppen elég. Hát szóval a legnagyobb bajunk, talán hogy általasságban szeretném elmondani, hogy a rendszerváltás óta a politika, én úgy érzem a kis településekkel és a településfejlesztéssel nem foglalkozik. Nagyon magunkra vagyunk hagyva. Senkit nem érdekel az, hogy nálunk például mit fizetünk mi pluszba azért, hogy orvos legyen. Nem foglalkozik vele senki. Senkit nem érdekel az, hogy nálunk milyen utak vannak, vagy egyáltalán hogy élünk. Én úgy érzem, hogy csak addig vagyunk fontosak a politikának, amíg választások vannak. most ebből kifolyólag jönnek a mi gondjaink is, mint minden kis településé Az az ő gondjuk, a miénk, a miénk. És akkor itt kezdődik, hogy utak, a járdák. Azt hiszem, ön előtt is ismert a dolog, most éppen a postafiókokat próbálják Elvinni. A volán évről évre szünteti járatokat, mondván, hogy nincs utas. Most aki, az a kevés, aki esetleg dolgozni óhajt, mert nem mindenki óhajt, de azért vannak olyan emberek, hál' Istennek szeretnének. Most valósan ott tartunk, hogy nem tud kimenni a településről, mert annyira ritka vagy olyan a járatoknak az összetétele. Szerintem még rányomja a bélyegét a mi helyzetünkra, hogy zsák település vagyunk. Tehát ahol négy bejön, valaki arra tud kimenni. Itt, itt, talán valami, 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 fejlődés lesz, én nagyon bízom benne most már, mert ezt a Sárszentülén simultrónia útvonalat az ismereteim szerint már állítólag a rómaiak is meg akarták építeni, hogy most már időszerű lesz a dolog, és jelen pillanatban ott áll, hogy a tervek készek. Hogy most majd az önelőre honni honnét tud szerezni, mégis jelenkeztünk mi is, Pálfa is, és Pálfa kapta meg a pályázás lehetőségét ha ez sikerülne, biztos, olyan sokat számítani a településen az, hogy több irányba is el lehet, hogy több fele ki lehet mozdulni, egy átmenő forgalom valószínű, hogy azért emelne valamit a, a, gondjaink, megoldaná a gondjaink egy részét. A legnagyobb gondunk az iskola. Nagyon szeretnénk megtartani. de olyan mérvű csökkenő gyerek létszámban, hogy rákényszerültünk egy intézményfenntartó társulás a pálfával. Közösen hát ez augusztus 1-től reméljük, hogy már üzemelni fog. Hát ebbe egy pár millió forintot találunk, ami egy kicsit csökkenti a, a kiadásainkat. mert jelen pillanatban úgy állunk, hogy a, az iskola finanszírozása sárszerűlőd viszonylatában olyan 50-51 százalékot kell hozzá. Tehát 49 százalék a normalitív támogatás iskolóvodáról egybe beszélek, és a többit mi tesszük hozzá, és természetesen máshol kell ugye elvenni. Most én megértem a nagy politikát, mikor azt mondja, hogy hát nem érdekli. tehát könyörgöm, mi vagyunk 1100-an. Ugyanolyan emberek érnek, mint az ország bármely, mind a városokban, vagy bárhol. Tehát nagyon sokszor érezzük azt, hogy nem vagyunk egyenrangú állampolgárok. Ez jelenkezik. Ez megfogalmazódik, nem csak a vezetői szinten, tehát ön fogalmazza meg ezeket nem. a gondolatokat, nem. hanem Pont, bizony ez a igen, lakuk pontosan, érzése. Pontosan, Az utolsó falugyűlésen hangzott ezzel a dolog, hogy a bekötőt elég rossz állapotban van, és ezt nem én fogalmaztam meg, hanem az ott felállok, hogy igenis, nagyon szép meg jó, hogy ebben az országban beszélgetünk arról, hogy x kilométer, meg ennyi kilométer, meg ilyen, meg gyors pálya, meg autópálya. Itt mi meg már lassan nem tudom majd közlekedni, pedig hát a mi benzinünk, amit fogyasztunk, abban is olyan úgy van az út meg a többi, meg az adó, meg stb. És tényleg ő a rossz állapotban van már az a bekötő út, hogy valami, valami félelmetesen. De ez ugyanez vonatkozik, például azt mondom, csak a Paks fele is. Uh -huh. És már ugye az ember azért valahol kellene, hogy visszaforgassanak. Mennek az évek, ezek az utak öllerombolt állapotba mm, kerülnek, ha nem is tudom, hogy helyrehozni mennyibe fog majd kerülni, mert senki nem költ rá. Ez csak az út, ez az egyik része a dolognak. De ugyanezt mondom, ez jelentkezik a, a közlekedésbe továbbra is. És amit... mit csinálnak? Elmennek az emberek? Önöktől? Hát Nagy hál... az elvándorlás? Hát az Istennek nem. Még mindig nem, és hát pontosan ez a feladatunk, hogy valamilyen, valami, hogy megpróbáljuk megtartani őket. Mert hát erre irányulnak azok a törekvések, ugye, hogy, hogy azért próbáljuk az infrastruktúrát behozni, hogy uh -huh. amennyire lehet, amennyire tőlünk telik, a természetesen állami segítséggel, mert hát ez másként nem működik. Mert ugye a telefon ott van, a gáz ott van, július 1-től hivatalosan is üzembe üzemel a kábeltelevízió. És hát próbáljuk, próbálunk dolgokat felelveníteni, egy kicsit mozgalmasabbá tenni az életet a településem. Petőfi kötődő rendezvényekkel, tehát szavaló versenyeket próbálunk. Például, apropó, az előbb az jutott eszembe, hogy ugye, ha én így gondolkodom, hogy ahogy a bevezetőben elmondtuk, hogy önöknél milyen ö, irodalmi, kulturális értékek vannak, akkor azt gondolnám, hát ennek a falunak semmi gondja, hiszen megél a turizmusból. Hát nem így van. Nem így van, szó szóval azért az irodalmi turizmus az nem annyira elterjedt Magyarországon. Tehát nem mennek, nem... Nem. A, ilyen csúcsok, hullámok vannak. Ezek a hullámok úgy csúcsosodnak ki, hogy a tanítási évnek, amikor közeleg a vége, akkor jönnek a csoportok, és amikor elindul a tanítási év, akkor újra. Tehát tök, csak ezzel, az, az osztálykirándulások. Igen, igen. Most egy az, hogy egy-egy csapat felül kerékpárra, és akkor éppen mondjuk tegnapi nap folyamán volt egy csoport, Siófokról jöttek, budapestiek kerékpárról. Most Na ez azért Igen, jó, de hát mondjuk lejött 16 ember, de most mindegy, milyen, hogy eljöttek, de ilyen ritkán van. Ezek a, mondom, a tanítási időszak végés kezdett, amikor a csoportok, mm -hmm. tehát nem, nem folyamatos a dolog, abszolút nem folyamatos a dolog. Pedig a Petőfi házon kívül a Zuzdi Földös Kúriát érdemes megnézni, aki a jár, a kulcsos házunkat. Tényleg nagyon érdekes dolgok vannak bent. Renkezi Józsi Bácsi igazgató, Tetszik is ismerni, Igen, ugye? Én azt hiszem, el. hogy ha valaki. Én megmondom őszintén, amikor először találkoztam ezekkel a dolgokkal, természetes, hogy értékeli az ember, értékeli. De igazából akkor értékeli, amikor konkrétan úgy jött ki a dolog, hogy tegnap délután ez egy Pesti csoporttal nekem kellett elmenni, mert így jött ki. Ők nem kértek idegenvezetőt, sem, mert mondom, most lemennek oda, megnézik, hát valami kéne már valakinek házi mondani. Házigazdaként. nem egy szakember, de hát azért mégis. És hát ott, mikor ezek a pesti gyerekekben vannak, van egy terem, ahol a, a paraszti munkákkal kapcsolatos égi eszközöknek van a kiállítva, vannak kiállítva, és hát mikor rácsodálkoztak olyan dolgokra, amit falusi ember számára természetes, hogy akkor döbben rá az ember, itt félre kell itt rakni mindent, meg kell itt őrizni mindent, mert x idő után mindennek lesz értéke. Ez csak időkérdés, hogy mikor minek mennyi az értéke. Nem mondom, hogy teljesen lehet voltam döbbenve, hogy, hogy mezőgazdász meg falusi ember számára, hogy, mert, mert, mer, mer, nem olyan, olyan borzasztó régi eszközök vannak ott, amit egy... És akkor hú, hát ez mi? Eh, igen, és teljesen érdekes, meg, meglepett a dolog, és no. Tehát érdemes csinálni. Polgármester úr, a gondok bajok mellett, amikor nem polgármester, akkor, 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 mivel foglalatoskodik? Mennyi ideje van a családjára? Egyáltalán mit szokott csinálni abban a kis kevés kevéske szabadidőben, ami adatik? Hát szerintem a családom biztosan szeretne, hogy a több szabadidőm lenne, amit én is természetesen szeretnék, bár hogy a gyerekek nagyok, azért ez egy kicsit könnyebb a helyzet. Két gyerekem van, a lányom 24 éves, a fiam 18, és most úgy jött ki a dolog, hogy a lányom itt erre-arra érettségi után még nem tudta eldönteni, hogy mit akar, és akkor ez az év hozta azt, hogy a fiú most érettségizett, a lány most államvizsgázott, úgyhogy most mind a kettő együtt van. Hát a lánya nem én nem kell dolgozni, sőt valószínűleg most ma augusztustól a fiú pedig hát majd, majd tovább tanulgat valamelyre. Hát a szabadidőre visszatérve, hát igen nagy hobbim. ma, a horgászat. Elég időigényes a dolog, és hát megmondom hogy közel nem üzem mint amennyit szeretném. Uh -huh nem nagyon szeretek horgászni. Reggel hajnalban? Reggel hajnalban, és főleg nem. ez, én nem hétvégén megyek, és nem vasárnap, amikor tele van a víz. Én tiszteletbe tartom, nagyon sokan kimének családostól, kutyástól, gyerekestől. Na de bajuk be, van, azért az igazi hát horgászok van, a csendet erőben, keresik. Erről van szó. Én akkor nem megyek. Jó, aki akkor menjen, készen ezt hisz, én mindig hajnalban, és akkor... Mikor már túl sok ember van, akkor én eljövök. Tehát egyedül csendben, nyugodtan. Ehhez kapcsolódik a másik hobbim, a szőlő. Nem olyan nagy terület van, egy 700 tőke egyedül művelgetem, elég sok időt töltök ott, van egy szép kis pincén, berendezkedtem, és nagyon szeretek egyedül lenni. Ott, ott, ott minden tőkét ismerek, mert nem igen iszom, de viszont az a kis bor az az enyém, azt tudom, hogy hogy készült, meg stb. ez már ilyen... <gül> Szerencsés <gül> még... horgász egyébként? Vagy például azért a szőlőhöz is sok szerencse ilyen tekintetben? Vagy például mondjuk mi a legnagyobb fogás tart-e számon valami nagy zsákmányt? Hát olyan nagyon-nagyon, hát mihez képest a nagyot mondjuk. Én szerencsés horgásznak tartom magam, mert én a horgászatot nem úgy fogom fel, hogy ha én valaha elmegyek, akkor miért nekem hallak kell hazamenni, hanem a szórakozás. Na most ugye ez mind a méretkorlátozások, mind a dolgok vannak. Tehát, hogy én valahova leülök 3-4 órát horgászni, az alatt nekem van 8-10 kapásom, tehát én szórakozok, akkor én már azzal elégedve vagyok. Na most nem mondom, hogy ez két héten keresztül itt történik, és nem tudok halat hazavinni, mert az akkor otthon osztantó. megkérdezik, igen, az már más kérdés. Hát azért voltak szerencsés pillanataim is az életben. Még a 2000-es évben a Balatonon, ott sikerült fogni egy több mint 8 kilós pontyot, az egy nagyon az nagy szépen. élmény volt, az teljesen véletlenül egy nagyon vékony zsinórral. A, ezen kívül csukába fogtam egy 4 kilót, a győ, 4 kilósat, az pedig 2001-ben a Győrkönyi van. És akkor még a Wobler magazin szimplapján szerepeltem egy 14 kilós pontjal amit oh. ilyen, mondjuk az egy halastóban uh -huh. történt a dolog, és teljesen véletlenül volt benne 150 darab, mondjuk a halastó az 60 hektár volt, és egész évben nem tudta kifogni egyet, és ezekben a nagy én akkor fogtam egy olyan nyol, nem, 9 kiló valamennyit, és ezt a 14 kilósat. Ja, és éppen hát. ott voltak a Wobler magazintól, riportot készítettek a tulajdonossal, és így Mindjárt Média jött egy nagy zsákmány, és meg is főzi a halat, tehát igen, nagy igen. szakácsa is a halnak? Nem igen, csak... meg is főzöm a halat nálunk, ez úgy működik a családban, hogy elmegyek horgászni, megfogom, megpucolom, megfőzöm, a gyerekeim csak egyszer esznek belőle, akkor fésébe amikor kész, utána nejem, mi pusztítjuk el a többit, mert nagyon szeretjük, tehát most akár kocsonyának, kocsonyának, vagy újra melegítve is, tehát végig az egészet. Én kezem, nem is engedek másnak halat főzni otthon. ez Mást az a... is egyébként? Nem, nem nagyon. Hát, <laughs> jó, de ha, ha, tényleg annyira van szabad időm, szóval akkor azért ilyen pörkölteket meg akkor így nekiállok, de a halat azt meg kimondottan szeretem is főzni, megmondom őszintén, szóval szeretem vele eltölteni az időt. Hát egy jó horgász. Így van. Polgármester úr, kicsit még visszatérve a munkára, és így a jövőbe tekintve, ugye Hát lehet, hogy már a nézőknek kicsit ö, ismétlődik mindig, amit mondok, de hát ugye a kis települések vezetőivel beszélgetve azért mindig az jön elő, hogy sok a gond, sok a probléma. Nem ö, ö, jut előn is most már ennyi év után oda, hogy, hogy, hogy jó, akkor ennek a ciklusnak vége, és akkor befejezem, hát olyan kilátástalan, nem tudjuk megoldani, nem jutunk előre, én nem küszködök, küszködjön tovább vele más. Ez hogy van? Ön belelát a gondolataimba? <laughs> nem, nem. Hú, akkor ezek szerint bele? Hát, a igen. igen, foglalkoztam ezzel a gondolattal, megmondom, hogy. Ebben hát hogy, meg hogy, tudom hogy, érteni. Hogy, szóval csak így kívülről nézve. Nem óhajtok a beszélgetésnek véletlenül sem politikai színezetet adni. De most konkrétan ilyen dolgot fogok elmondani, hogy gondolják kivágják, ha nem. nem. Teljesen mindegy. Tehát megvoltak, annak jelen, hogy baloldali érzelmi ember vagyok, hozzá kell tennem. Sőt, MSZP színekbe indultam 11 évvel ezelőtt is, és most is. Megvannak a választások, jön egy új kormány, a miénk, ha azt mondhatom, és erre mit csinál. Eddig volt egy ilyen dolog nálunk, működött, hogy a földbérleti díjnak a 20%-át megkapták az önkormányzatok. Ezt egy ceruzavonással elveszik, ez 100 millió forint. És azóta senki nem mondta, hogy most mi van. Ez eddig be, szépen beépült a költségvetésünkbe, nem mi találtuk ki, nem majd egy jó dolog volt. Ez az egyetlen olyan adófajta volt eddig nálunk, amit mindenki folyamatosan fizette, nem kellett utána járni, szépen befolyt, ezt amikor törvényileg bevezették, ezt onnantól kezdve működött üzemelt, uh -huh. És kivettek a zsebünkből 5 millió forintot. Ez, ugye És akkor jött ez a közalkalmazotti béremelés, ami jó, hát ez minden kormány így működött, jó, azt mondták, hogy most négy hónapig megkapjuk, a következő évben már benne van a normatíva, ezt hozzá voltunk szokva, de most ez a kettő együtt, ez most már nagyon sok. Uh -huh. Ez most már borzasztóan sok, arra nem beszélve, hogy egyre több feladatot nyomnak ránk, pénzt nem adnak hozzá, föntről jönnek a feladatok, alulról az emberek részéről jönnek az a jogos elvárások, a jogos elvárások, és hát valahogy ez most már egy kicsit kezd, kezd. szóval nem, nem, nem uh -huh. lehet összeegyeztetni ezeket a dolgokat. Egyre nehezebb, és bizony, Hát megfordult a fejemben, megmondom őszintén már, hogy uh -huh. nem, nem vagyok az a típus, aki gyorsan feladja, megmondom őszintén. De de amikor éveken keresztül mindig azt kell mondanom, hogy még várjatok, még mindig, majd, mert addig nincs gond, még nyár Amikor jön az ősz, akkor jönnek elő a és az útgondok, uh -huh. amit teljes egészében igaza van annak, aki ott lakik. Néha én is elmegyek, hogy arra már el szóval amikor, amikor 2000 akárhányban még térdig kell járni a sárba, nem lehet bemenni autóval. Teljes egészében igaza van az állampolgárnak. Csak nem tudom megoldani. Szóval ezek, és egyre több ilyen dolog lesz, hogy nem tudom megoldani. Az orvos, nincs orvosunk. Hogy mennyiért kapunk, kapunk-e majd orvost? Ha nem változik a finanszírozási rendszer, szerintem nem fogunk kapni orvost. Ez az 1200 körüli kártyánk van. Most egy településen azért, ha polgármester nincs orvos legyen, mert azért az fontosabb szerintem, mindenféleképpen. És hogy most kapunk-e, mennyiért kapunk orvost, nem tudom. Mit hozhat a jövő? Fuh. Vagy ha most éppen lenne lehetősége, akkor mit, mit csinálna meg legelőször? Mi például önöknél a legégetőbb? Hát nálunk a legégetőbb lenne mindenféleképpen, ugye a munkahelyteremtés, amit önkormányzatin szinten nem tudok elképzelni, hogy ezt mit tudjuk megoldani. Tehát mindenféleképpen a munkahely, a munkahely, a faluból való kiárás lehetősége, mert azért Paks szexád elérhető, hogyha ha egy kicsit normális a tömegközlekedés, ezt mindenféleképpen helybe pedig tehát még, még mindig továbbra is az utakat kéne nekünk helyrehozni. A műveledési házunk szét van durantva, de szó szerint szét uh -huh. nem tudom, mikor tudjuk befejezni hogy a pénz hiányába. Hát nem tudom. És, és én mindig még úgy érzem, hogy a településen a közhangulat az iskola megőrzése felé, tehát nagyon szeretnénk megtartani az iskolát. Ez, ez komoly feladatot róránk. Én bízom benne, hogy sikerülni fog. Uh -huh. És azért önt a lakók úgy biztatják, támogatják, tehát lehet érezni, hogy azért, amit említett, hogy ennek ellenére mégsem nagy az elvándorlás, azért ott sárszent van egy erős közösségi összetartó erő? Igen, 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 van. Szóval visszajelzések azért vannak, működik ez a dolog. Jó, hát természetesen, ugye ebbe a az ember, aki mondja, hogy igen, akkor biztos, hogy 200 ember a nemet várná, vagy fordítva van. De általában, hogyha ha valami történik, akkor azért jönnek a visszajelzések, és, és biztatnak, hogy jó, próbálkozzatok, csak látom, vagy esetleg éppen azért, hogy jó, eddig jól de ne így, hanem Tehát azért, azért van, van összetartó erő a településem. Meddig lehet ez még motiváló? Meddig adhat erőt? Hát ez, ez sokáig adhat erőt, ha egy, egy picit is föntről megváltoznak a viszonyok, és másként ítélik meg a kis települések helyzetét, és másként finanszíroznak alapvetően az fogja eldönteni szerintem a, a, következő választásokon való személyes indulásom, de nagyon sok kollégámét is, mert ezt köztünk is beszéltem a rendszeresen, hogy hogy fognak megváltozni a finanszírozások. Szóval annyi, annyi mindent várnak el tőlünk, mindig kevesebb pénzért, és hát ilyen a világon is még nem is volt, hogy több feladatot adunk, többet várunk el, és mindig kevesebb pénzből kell megoldani. Szóval mert tetszik tudni a statisztikát, meg a mutatványok, hogy most mihez képest adok többek, meg minden, hát ezek dolgok. Itt az a lényeg, hogy a reál értékben mit ér a pénzünk minden esetben, azt hiszem, és itt, itt, itt jönnek a bajok. Hogy... És akkor még egy kérdés a végén, ennek ellenére hogy lehet nap mint nap bemenni, fennmaradni és dolgozni? Hát végül is én azt hiszem, hogy egy, egy, nagyon jó dolog az, amikor emberekért lehet dolgozni, én ezt én nagyon jó dolognak tartom, és hát az a, a két évvel ezelőtti választásokon új fennyertem, ugye most már harmadik alkalommal, és én azt hiszem, hogy ez kötelezi az embert. Feltétlenül kötelezi az emberek bizalmát, meg kell szolgálni, valaki elindul egy választáson, akkor azt utána csinálja becsülettel végig, ahogy tudja becsülettel, ami tőle telik. és hát azt nem majd meglátjuk, mi lesz utána. Na no, hát akkor azért izgatottan várjuk, és azért sok-sok optimizmust kívánunk, és természetesen azt, hogy jól alakuljanak a dolgok. Köszönöm szépen a beszélgetést, polgármester úr, a nézőknek a figyelmet köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is viszontlátásra.